Jó estét kívánok, kedves nézők! Ha van igazán gyors sikertörténet a fehérvári sportban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Fehérvár Entroners amerikai labdarúgó csapata ezt mutatta be. 2-3 évvel ezelőtt gyakorlatilag amatőr hobbisták kedvteléséről volt szó, labdázgatásáról, még hogyha az amerikai foci egyébként már akkor is nagyon népszerű volt az egész országban. Ebből az amatőr státusz tulajdonképpen mostanra is maradt, hiszen változatlanul amatőrök játszanak a fehérvári amerikai futball csapatban, csak éppen közben a feltételek, az infrastruktúra és maga az együttes olyan szinten fejlődött, hogy mára nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész országban iridlik, ami ezt a sportágat illeti. És hát az eredmények tekintetében kinek tudná, hogy az idén a magyar csúcsligát, a HFL-t is megnyerte az Entroners. Némi kép talán még a csapat vezetői számára is váratlanul, hiszen egy nagyon tudatosan felépített projektről van szó, amelyben ugyan ki vannak jelölve az egyes lépcsőfokok és elérendő célok, de ezeket most még a vártnál is gyorsabban teljesítette az Entroners. Hogy így van-e, azt ha a legilletékesebb tudja megerősíteni ma a stúdióban. Itt van velünk Bóka Viktor, a csapat general menedzsere, Székesfehérvár jegyzője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szóval nagy ünnep, nagy öröm volt a First Fielden és természetesen a Hidegkúti stadionban a szezon végén. Mennyire ért váratlanul titeket, hogy a csapat egyszer csak feljutott a csúcsra? Köszönöm én is a kedves nézőket. Szerintem tökéletes volt a felkonferálásod. A vezetőket is meglepte az idei teljesítmény. Azt tudni kell, hogy a döntőbe jutás ki volt tűzve a csapat elé, mint elvárás. Úgy éreztük, hogy az által is említett fejlődés ív és lépcsőzetes építkezés arra a szintre jutott, hogy a döntőt el kell érni ezzel a kerettel ennek a társaságnak. Úgyhogy minden más eredmény azért csalódás lett volna. De az, hogy a bajnoki cím idén összejön, azt azért megmondom őszintén, én magam, ezt a srácoknak is mondtam, úgyhogy remélem nem is vették nagyon a szívükre, én magam ezt nem hittem volna, nem bíztam benne, de nagyon örülök, hogy végül is így alakult, és el tudtuk hozni Fehérvárra ezt a trófeát. Amikor a döntő után köszöntöttétek a bajnok csapatot a Városházán, akkor, ha jól emlékszem, úgy fogalmaztál, hogy nem feltétlenül az Entroners volt a legerősebb, a legjobb csapat ebben a bajnokságban, viszont rettentő egységes volt, és nagyon megtanult küzdeni akár vert helyzetben, vagy akár szoros mérkőzéseken. Szóval itt igazából egyfajta szakmai diadalról, vagy pedig inkább ennek a új lendületű projektnek a mentális erejéről volt szó, amikor mindenki tényleg még a maximumot beleteszi. Egy kicsit igen, mindkettőről volt szó. Valóban az történt, hogy amikor a bajnokság az utolsó alapszakasz meccsre és a rájátszásra fordult, akkor az utolsó négy mérkőzés az egylabdás, úgynevezett egylabdás meccs volt, tehát egyetlen egy labdabirtoklás döntött. Négy nagyon szoros kiélezett mérkőzés volt, és ugye a Kábelz elleni utolsó alapszakaszbeli mérkőzés az egypontos vereségünkkel végződött, majd egylabdás meccsen megvertük a Miskolcot, majd újra egylabdás meccsen megvertük a Kábelzt az elődöntőbe 14-12-re, az egypontos vereségért két pontos győzelemmel vágtunk vissza, és a döntőbe újra egy labdával, két ponttal győztük le a Kijevet, és azt mondtam én is a srácoknak, hogy talán idén nem mi voltunk még a legjobb csapat papíron ebben az országban, de az a csapat, amelyik négy ilyen utolsó mérkőzésből hármat meg tud nyerni, az megérdemli, hogy fölüljön ennek a sportágnak a csúcsára, és itt most ez történt. Ez a csapat összeszedte magát úgy mentálisan, hogy ezt az eredményt le tudta hozni, és én azt gondolom, hogy a sikerzálloga ez volt az idén. De azért ez nagyon nagy szó, nem, hogyha arra gondolunk, hogy tényleg amatőr játékosokról van szó, akiknek a hobbi az amerikai futball. Nyilván egyre többet tanulnak is tőle, hiszen azért van kitől. De belegondolva, hogy ha az ember akár csak lemegy a térre focizni, az mennyire más, mint amikor ennek valaki egy nagy tétet ad. Szóval ezek a fiúk azért megtanulták elviselni akár az esélyességet is. Igen, és ez pont azért volt nagyon nagy dolog, mert az alapszakaszban igazából nem, az alapszakaszban alatt győzelmeink nem voltak nehéz mérkőzések. Tehát az a Kijev, akivel döntőbe találkoztunk, 20 ponttal vertük meg könnyedén őket az alapszakaszban. Tehát nem volt, amikor először komoly csapattal futottunk össze, a Budapest volt, és ima vereség lett a vége. Tehát nem volt a csapat olyan mértékben meccsben, ugye az osztrák meccseket pontzuhataggal nyertük folyamatosan, hogy kiérezett szituációba kellett volna nekik jól szerepelni, és amikor eljött az idő, hogy át kellett lépni azon a bizonyos küszöbön, akkor nem botlottak el benne, és ezeket a mérkőzéseket meg tudták nyerni, és ez valóban nagy szó, ez eddig nem feltétlenül jellemezte ezt a csapatot, tehát voltak tavaly is a Győr elleni mérkőzés, amit hosszabbításba buktunk el,
elég, ha azt említem, tehát voltak tavaly is szoros meccseink, amikor nem felénk billent a mérleg, de most valahogyan mentálisan át tudtak lendülni a srácok ezeken a pontokon, és ez meg is hozta az eredményt. Hát, ha már a Budapest Wolves-t említetted, ugye minden rájátszás rendszerű bajnokságban benne van, hogy mondjuk a nagy riválist valaki eltakarítja az útból, anélkül, hogy kelljen vele mondjuk nekünk játszani, és hát most is ez történt, mert azért meglepetést okozott, hogy a Kijev az elődöntőben ugye kitette ráadásul idegenben a Wolves-t. Azt gondolod, bár a sportban aztán tényleg nincs értelme a havval kezdődő mondatoknak, ráadásul inkább ugye rossz helyzetbe szoktuk mondani, nem győzelmek után, de hogyha a Wolves lett volna az ellenfél, azt a szintet még nem ugorja meg az Entroners? Nagyon érdekes kérdés, mert valóban a havval kezdődő mondatok a sportban nem helyén valóak. Érdekes volt, mert remélem a Farkasok nem sértődnek meg, de ők az elődöntőre akkora mellénye mentek föl, hogy egészen hihetetlen volt. Amikor érezték, hogy meleg a pite és elúszik a döntőbe jutás, hirtelen futószalagon jöttek a pontszerzések, de már nem érték utol a Kijevet. Tehát ott is azt mondom, hogy annál az elődöntőnél sem feltétlenül a jobb csapat jutott tovább, de ugye a sport ilyen, a playoff ilyen, ezért imádjuk pláne az amerikai major sportáknál a playoffot, hogy ott egy meccsen kell jól játszani. Az én fejemben a szezon előtt lejátszott forgatókönyvben az volt, hogy az egyik ágon a Wolves, a másik ágon mi fogunk a döntőbe jutni, és a döntőbe bármi megtörténhet, de papíron valóban azt gondolom, hogy a Budapest Wolves még ebben a szezonban előttünk járt. Én a srácoknak is azt mondtam, hogy a Budapest Kábelt utolértük, őket meg kell vernünk, náluk jobb csapat vagyunk, egységesebbek vagyunk, ezt be is bizonyítottuk, mert az elődöntőbe, amikor nagyon kellett, akkor megvertük őket. A Wolves-tól ezt a fajta betlit az egész magyar futballtársadalom nem várta, tehát ez mindenkit megdöbbentett, de igen, a sport, ahogy az történt, amit mondta, eltakarítottuk az utunkból, és mi köszöntük szépen, életünk a lehetőséget, és magyar bajnok lett a csapat. Hát se szerint se szám a nagyobb bajnokságokban az ilyen történéseknek, úgyhogy ez önmagában egyáltalán nem devalválja, vagy relativizálja nyilván az Entroners sikerét. Hol fogható meg szerinted leginkább az, hogy ez a csapat miben lépett előre? Mert ahogy említetted is, az idén a döntőt már kitűztétek, ugyanakkor tavaly például még abszolút nem beszéltetek ilyen célokról. Az első HFL-es idényben nyerjünk egy-két meccset, emlékszem, ez hangzott el, és nagyjából a szereplés is ennek felelt meg. Mi volt az a lépcső, amit meg kellett lépni, mert azért az óriási különbség, hogy mostanra pedig legalábbis döntő esélyes, és aztán bajnok csapat lett belőle. Ugye én nem értek a futballhoz, csak szurkoló vagyok és szeretem. Én kívülről úgy láttam, hogy a tavalyi évben a csapat magját összesikerült hozni. Egy nagyon jó játékosokból álló halmaz volt a Fejvár Entroners, amit egységé kellett gyúrni, csapattá kellett kovácsolni. Ez sosem sikerül egy szezon alatt, és ez velünk is így volt. Nyertünk 2 meccset, sikerülhetett volna jobban is, de az 5. helyen nem voltunk csalódottak. Az frissen feljutó Fehérvár egy 8 csapatos rájátszásban éppen, hogy csak, bajnokságban éppen csak lemaradt a rájátszásról. Szerintem emiatt nem kell szégyenkeznünk. És ugye ebben az évben a játékos keret megerősítése talán másodlagos volt, és a szakmai stáb megerősítésére helyezte a menedzsment a szempontot, és egy nagyon komoly amerikai edzőt hoztunk el Székesfehérvárra, aki Európában már Svédországban, Finnországban, Csehországban és Ausztriában is bizonyított, mindenhol bajnok lett a csapatával. Sokan fel is kapták a fejüket, hogy ilyen kvalitású, ilyen nívójú edző egyáltalán magyar bajnokságban elhozható, és azt tudni kell róla, Jim Wardról, a texasi edzőről beszélünk. Azt tudni kell róla, hogy ő defense-védelem specifikus edző volt, és ő a védelmünket hozta fel a tavalyi év védelmihez képest egy olyan szintre, ami HFL top szint volt. Tehát egyértelmű volt már a szezon végére, hogy a csapatunk védelme az top szinten van. És ugye soroltam az előbb az eredményeket, azt észrevehetted, hogy 12, 13, 14 pontokat kapott a csapat, tehát az offense-nek kevesebb pont is elég volt ahhoz, hogy győzni tudjon a csapat. Én ebben láttam az idei évnek a tovább lépését, hogy sikerült egy másfajta szemléletet, egy másfajta mentalitást a futball őshazájából idehozni egy 60 éves öreg rókát, aki 39 éve edző. A srácok jól fogadták, átragadt rájuk rengeteg minden Wardmesterről, és szerintem ez volt a kulcs momentum, ami átlendítette a csapatot a nem várt bajnoki címig. A védekezés összeállásában, feljavulásában mennyi szerepet tulajdonítasz Boda Gábornak, aki most jelentette be, ugye, hogy távozik és elmegy Győrbe, vagy visszamegy Győrbe vezetőedzőnek, de ő azért védelmi koordinátorként benne volt ebben a bajnoki címben. Igen, Boda Gábor tavaly jött a klubhoz. Én nagyon sajnálom az ő távozását.
érzelmi okai voltak inkább, ő is ezt mondta, én nem tudok vitatkozni az érzelmekkel, ugye nehéz. Ő Győrben lett magyar bajnokedző, az volt az első csapata, aki a magyar futballban jártas, az most látja, hogy a Győr nagy bajban van. A HFL projektjük gyakorlatilag 2-3 éve bukdácsol, nem tudnak egy épkézláb edzőt hozni már évek óta, és úgy érezte Gábor, hogy neki van annyi nosztalgiája a Győr iránt, ő tartozik nekik annyival, hogy most, amikor bajban vannak, akkor is odaáll melléjük, és a hónuk alá nyúl, nem csak akkor, amikor bajnokok lettek még a 90-es évek legvégén. Úgyhogy ezért távozott, de természetesen óriási szerepe volt neki is, hiszen a defense koordinátor ő volt, ugye Jim Ward vezetőedzőként azért a támadókkal is foglalkozott, a speciális egysége is foglalkozott a védelem mellett, tehát nyilván amikor ő más csapat egységeket vezényelt, akkor Boda Gábor volt az, aki a defense-t próbált összefogni, tehát nyilván van az ő hiánya veszteség, ezt kár is lenne vitatni, de nem tudtunk volna neki olyan ajánlatot tenni, hogy érzelmi alapok miatt ne a Győrt válassza, úgyhogy megköszöntük a munkát és elengedtük. Persze az érzelmi szempontokat nyilván tisztelni kell, ugyanakkor én azt vettem észre, bár hát nyilván nem vagyok olyan szinten benne az amerikai futballban, mint te meg, akik többet foglalkoznak vele, hogyha ma valahol megemlítik a Fehérvár Entroners nevét, és pláne, hogyha esetleg játékosok vagy edzők szerződtetéséről van szó, akkor gyakorlatilag az ország legvonzóbb projektje lettünk. Tényleg beszéltem egészen alacsonyabb szinten, meg vidéken játszó játékosokkal, akik egy kicsit ilyen csodálva, kicsit irigykedve beszélnek arról, hogy itt Fehérváron gyakorlatilag egyfajta paradicsomi állapot jött létre. Amire gondolom azért legalább olyan büszkék vagytok, mint arra, hogy a csapat eredményei is igazolják ezt. Igen, ez így van. Nagyon-nagyon fals dolog ez, mert ez a fehérvári csoda bármelyik másik sportákhoz viszonyítva fillérekből valósul meg, ezt azért el kell mondani, és nem a labdarúgáshoz szeretném viszonyítani, de ugye azzal kezdett, hogy amatőr sportág, ugye játékosaink, edzőink, civil munkájuk mellett amatőrként tűzik ezt a sportot, úgyhogy hogy hétvégenként több ezer ember kijön a mérkőzésekre, a Digi Sport tévés mérkőzések élőben közvetíti őket, tehát egy képernyőre való terméket állítanak elő munka mellett és civil foglalkozás mellett, nem tudom, hogy ilyen még Magyarországon egyébként, és most nem szeretnék látványsportozni, nem szeretnék taózni, nem szeretnék olimpiai sportágazni, de ugye ennek a sportágnak pont az a nagy pehje, hogy valószínűleg sosem lesz olimpiai sportág, ugye Magyarországon sportfinanszírozás az olimpiai sportág hadotája, és sosem lesz TAO sportág, tehát a világ leglátványosabb sportága sosem lesz látványsport. Na most ebben a közegben fejlődni, és esetleg félprofivá, profivá válni borzasztó nehéz. Itt Fehérváron nyilvánvalóan a kár is tagadni az erős önkormányzati segítséggel és a helyi vállalkozások komoly szponzorációjával egy vállalható projektet sikerült összerakni európai szinten is. A játékban még az európai szinttől elmaradunk, bár most már a legfrissebb európai top 25-ös listán még nem szerepel a Fehérvár, de a 10 fős várományos listába bekerült, ami óriási dolog. Tehát van 10 csapat, amelyik a top 25 ajtaján kopogtat, és ennek az egyike a Fehérvár. Ezt nem hittük volna 3 éve az NB3-ba, ugye a Magyar Bajnokság harmadosztályába, de ez nekünk egy nagyon-nagyon megdobogtatja a szívünket ez a dolog. Úgyhogy igen, a futball szinten Fehérváron kiemelkedő, ami történik. Én azt kívánom, hogy mindenhol ez történjen az országban, hiszen látjuk azt, hogyha van infrastruktúra, akkor a nézők kijönnek a mérkőzésre. Nem azért nem járnak az emberek meccsre Budapesten, mert a csapatok rosszabb lennének, vagy ne lennének rá kíváncsiak, hanem azért, mert egy olyan liba legelőn, ahol a korláton kell támaszkodni, és nem lehet venni egy hotdogot, vagy egy hamburgert, vagy egy kólát, nincs szolgáltatás, az emberek nem mennek ki, és nem töltik ott a hétvégéjüket, vagy a délutánjukat. Ugye Fehérváron azért lelátó van, Fehérváron táncos lányok vannak, fúvózenekar van, vattacukor van, csillámpóni, tetkó, minden van. Egy családi program, itt el lehet tölteni egy családnak egy délutánt, itt nincsenek ultrák, nincsen kiabálás, veszekedés és krágár bekiabálások. Ez a futball közeg, ez az amerikai futball közeg Magyarországon, és ebbe Fehérvár most valóban az élen jár. Én nagyon szeretném, ha minél többen csatlakoznának ez a példához. Azért a valóban jelentős önkormányzati segítséggel, hozzáállással együtt nekem még mindig olyan azért megy egy kicsit csodaszámba, mert tényleg ez, hogy egy sportprojekt így felfut, gyakorlatilag Mynarik edei alapon történik még mindig, hiszen akárha a klub vezetőit, a mecénásait, akár és elsősorban magukat, a sportolókat nézve, itt tényleg ez a kell egy csapat, ez a belső ösztönből hajtott teljesítési kényszer, az, ami igazán összetartja, vagy viszi előre ezt a projektet. Hiszen itt azért pénzt nem kapnak érte, híres sztárok, médiában felfuttató sztárok nem lesznek, viszont
nagyon-nagyon szeretik ezt a dolgot, ami nyilván összefügg azzal egyébként, hogy a sportág maga Magyarországon óriási lendülettel kezdett el fejlődni. Igen, és a fehérvári csapatban sem fehérvári srácok játszanak kizárólag, tehát azt kell elképzelni, hogy van edzés mondjuk egy héten háromszor, és Pécsről, Szekszárdról, Kaposvárról, Budapestről, Dunaújvárosból érkeznek játékosok. Autóznak azért munkaidő után, hogy este 7-től 9-ig, vagy 7.30-tól fél 10, este fél 10-ig edzeni tudjanak, és utána beülnek a kocsiba, és hazamennek ezekbe a vidéki városokba. Kizárólag a futball szeretete miatt, hiszen pénzt ezért ők nem kapnak, de szeretnének a legjobb körülmények között készülni, hisznek ebbe a sportágba, hisznek abba, hogy van hova fejlődni, és azt látják, hogy jelenleg fejlődni Magyarországon, csak Székesfehérváron tudnak olyan mértékben, amilyen mértékben az ő futball iránti elkötelezettség ezt diktálná. És hogyha még ezt hozzávesszük az általad elmondottakhoz, akkor igen, látszik az, hogy ez egyelőre lelkesedésből nagyjából idáig lehetett eljutni, tehát azt gondolom, hogy ez a sportág most már vagy felfigyel rá valaki és észreveszi, akár kormányzati segítség érkezik, akár valamilyen nagyobb cég, állami cég, bármilyen mecenatúra, most már ez a sportág nagyon-nagyon megérdemel. Egy évben kétszer 5000 ember megtölti a Hidegkuti stadiont, a magyar bajnoki döntőn és a magyar válogatott őszi szereplésén. Mindig teltház van, mindig elővételve ennek a jegyek. Tehát egy ekkora tömeget már nem lehet föld alatti mozgalomnak nevezni, és nem lehet nem tudomást venni róla, hogy mi is abba bízunk, hogy egy-két éven belül a sportfinanszírozás megfelelő polcára fog kerülni az amerikai futball. Az jelentősen megkönnyíteni nem csak a Fehérvár, de a többi amerikai futballcsapat dolgát is. Ezért egyébként ti mondjuk az Entroners helyi vezetőit esztek? Tehát van most már próbálkozás, kísérlet, tapogatózás arra, hogy mondjuk tőkeerő szponzoráljon a csapat mellé? Igen, hál' Istennek székesfehérvári szinten, ugye 2016-ban a Divízió 2-ből a magyar harmadosztályból indulva, mikor a pályaavató megtörtént, pár fehérvári vállalkozás mellénk állt, és évről évre terjedt ennek a híre, hogy itt nézők vannak, itt színvonal van, itt jól el lehet tölteni a délutánt, itt családok, gyerekek vannak. Úgyhogy idén már azt kell mondanom, hogy az önkormányzati támogatást meghaladta a fehérvári vállalkozások által összeadott szponzoráció, úgyhogy a Fehérvár helyzete ilyen szempontból stabilnak mondható. Bízom benne, hogy a következő szezonban ez még tovább megy. Hál' Istennek már nem mi kilincselünk, hanem többen önnek is kérdezik, hogy mennyi lenne, hogyha a mezre föl szeretnének kerülni, mennyi lenne, hogyha szeretnék egy palánk reklámot vásárolni. Nem hittük volna, hogy eljutunk ide 3 évvel ezelőtt, hogy nálunk fognak kilincselni, és minket fognak megkeresni. Ugyanakkor én az Entroners vezetőjeként, a szövetség alelnökeként a múlt héten jártam az EMMI-ben, előtte ugye a külügyminisztériumban, mert a 2020-as egyetemi világbajnokság fő védnöke Szijjártó Péter miniszter úr lesz, és a kormányzati lobbit is próbáljuk mi fehérvárként a fehérvári példával a magyar futball mellé állítani, hiszen mi már tudunk egy 3 évet felmutatni, hogy innen indultunk, ide jutottunk el, ennyi nézőből ennyi nézőnk lett, és hogyha valaki a futball mellé áll, akkor pont ugyanez megtörténne Győrben, Miskolcon, Budapesten és rengeteg vidéki és városban és a fővárosban is. És én azt látom, hogy biztató tárgyalások vannak, és egyre inkább kezdik már észrevenni azt, hogy a mi sportágunkat azért nem lehet egy kalap alá venni mondjuk a rádióamatőrökkel, mint ahogy most nagyjából ugye a Nemzeti Versenysport Szövetség évi 3 millió forint támogatást ad a teljes magyar-amerikai futballnak, ami 23 klub 3 divíziójában történő versenyeztetés kéne megoldani 3 millió 280 000 forintból, pont annyi, mint a rádióamatőröknek egyébként. Tehát lassan észreveszik, hogy ez már nem az a szint és bíztató tárgyalásokon vagyunk túl összfutball szinten, de könnyen lehet, hogy az októberi magyar válogatott mérkőzésre a szurkolók fogják összeadni a repülőjegyre a pénzt a csapatnak, hiszen Belgiumba kéne repülnie a magyar válogatottnak Európa-bajnoki mérkőzés vívni a belga csapattal, és egyelőre még egy 4 millió forint hiányzik ehhez, és nem kizárt, hogy szurkolók fogják összedobni a repülőjegy a pénzt, ami szintén fura, de ez fog történni. Hihetetlen népszerűsége van tényleg a sportágnak, és egy szerintem nagyon fontos kérdés, és ha úgy tetszik, most mint városvezetőt is tudlak ezzel kapcsolatban faggatni, hogy itt azért egy nagyon markáns és sikeres brandépítés zajlik. Az amerikai futball valahonnan elindult, tényleg csillagászati sebességgel lő ki, és itt ebbe benne van nem csak a mérkőzések, hanem a körítés, a szurkolótoborzás, a közösségi médiában való részvétel. Nagyon sok minden, ami miatt az Entronersről ma azok is tudnak, akik még nem tudtak, akár csak tavaly vagy tavaly előtt.
hol van a fehérvári sportban, amely azért egy nagyon-nagyon gazdag sportélet a helye most jelen pillanatban ennek, és mennyire kell, hát hogy mondjam finoman, tartani a mondjuk olyan tradicionális sportágaknak attól, hogy az Entroners szurkolói bázisban, látogatottságban, esetleg gazdasági erőben a későbbiekben, hát hogy mondjam, az ő babérjaikra tör. Mert azért közben látunk sportágokat, ahol pedig éppen némi visszaesés tapasztalható. Hát, mi nagyon szeretnénk, ha kellene tőlünk már tartani. Én nem tudom, hogy ez az átlag 2000-es nézőszám. Egyrészt olyan nézőszám, amivel kell tartani bármelyik klubnak, másrészt, hogy ez meddig növelhető egy ilyen városban, ahol azért labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, női kézilabda, és még sorolhatnám azt a választékot, ami közül egy fehérvári hétvégén választhat. Mi nyilván ezen dolgozunk, hogy kelljen. Azt látjuk, hogy a jégkoronggal nagyon közös a bázisunk, ezért mi a hoki klubbal azért szoros kapcsolatban vagyunk, és szervezünk közös játékokat, ők jönnek elrúgni a labdát a mi meccsünkön, a mi játékosaink dobna be korongot a jégkorong mérkőzésen, hogy összeköt minket ugye a tévé közvetítés, és ugyanaz a csatorna ugyanaz a stábban közvetíti a mérkőzéseket, egymás mellett van a takaródúti pálya és a raktárúti jégkorongpálya, talán a szurkolók hozzáállása, mentalitása a sportákhoz is, a két sporták között a leghasonlóbb, úgyhogy velük azért szorosan együtt működünk, sőt olyan kérés is jött már, hogy a jégkorong meccseket kerüljék ki az amerikai futballmeccsek, mert mind a kettőre szeretnének eljönni a szurkolók. Hát ez nekünk már egy óriási dolog, hogy ilyen van, hogy egy Fehérvár AV19-el említenek minket egy lapon. Úgyhogy én azt tudom, hogy ez a bázis a 2000-es nézőszám a magyar harmad és a magyar másodosztályban is ennyi volt. Ez nem esett vissza, úgyhogy szerintem ez stabilan itt Fehérváron megvan. Most, hogy idén történt, ami történt, a csapat bajnokságot nyert, jövőre egy még jobb, még erősebb csapat fog indulni az osztrák és a magyar ligába egyaránt, hogy hogyan fog terjedni szájról szájra, hogy gyertek ki a takaród útra, mert van ott egy csapat, amit érdemes megnézni. Ezt nem tudom, de mi ezen dolgozunk, és ezt szeretnénk fenyegetni természetesen a többi fehérvári nagy sportágat. Az nagyon jól esik nekünk, hogy már úgy kezelnek minket, tehát a sportmajálisra úgy hívnak meg, mint első osztályú csapatot, a különböző rendezvényeken, a sajtó ugyanúgy ír rólunk az újságban, mint egyik flekk a labdarúgás, másik flekk a kosárlabda, és ott van az Entronersnek a hétvégi meccséről a beszámoló. Ez fantasztikus érzés egy amatőr sportágnak. Úgyhogy mi abszolút arra törekszünk, hogy véltóvetétársai lehessünk ezeknek a sportágnak, még akkor is, hogyha töredéke annyiból kell ugyanezt megoldanunk, de lelkesek vagyunk és igyekszünk. Hát nem ír így le minden esetre majd, amikor adott esetben mondjuk 4 program közül kell választani a fehérvári szurkolónak, 2-3 már olykor össze vagy átfedésbe tudott kerülni. Jó, hát sok időnk nem maradt ebből a beszélgetésből, arról azért néhány szót ejtsünk, hogy hogyan alakul a csapat jövőre, bár ez most elég távoli még, hiszen az amerikai futball specialitás, hogy azért hosszú a holt szezon, de például a vezetőedző személye mennyire biztos a következő szezonra is, illetve említetted, hogy erősebb csapat lesz az Entroners, ez miben jelentkezhet majd? Igen, Jim Ward vezetőedzőnek megtettük az ajánlatunkat. A magyarországi teljesítményére azért felfigyeltek Európából, úgyhogy ő mondta, hogy német és osztrák ajánlatai is vannak. Azt tudni kell, hogy Európa két legerősebb bajnoksága, ebbe a sorrendben a német és az osztrák. Illetve ő texasi, és az egyik texasi egyetem ajánlott neki egy védőkoordinátori posztot, úgyhogy ő szeptember első hetében ígért választ, hogy visszajön el. Mi nagyon szeretnénk, nagyon bízunk benne. Én azt gondolom, hogy jó esélyünk van arra, hogy őt visszahozzuk. Amennyiben ez nem sikerül, akkor is amerikai vezetőedzőbe gondolkozunk, és akkor sem rosszabb, mint Jim Ward. Tehát ugyanúgy megyünk tovább, és magasra tesszük a lécet, hogyha amerikai futballról van szó Székesfehérváron. És a csapatnál is igaz ez, megkezdődtek a tárgyalások a kiszemeltekkel, ugyanúgy, mint bármelyik más sportágban. Nálunk is van átigazolási szezon, és nálunk is vannak kiszemeltek. Nagyon-nagyon jó magyar válogatott játékosokkal tárgyalunk már, illetve figyeljük az amerikai játékosok piacát is, úgyhogy hál' Istennek sok elvágyódó Székesfehérvárról talán nincsen. Én azt gondolom, hogy inkább még mindig a jobb játékosok Székesfehérvárra vágyódnak, mint Székesfehérvárról el. Ez a célunk, hogy ez így is nagyon is ezen dolgozunk. Úgyhogy összefoglalva szeretnénk Jim Wardot megtartani, mégiscsak a történelmi első magyar bajnoki címet nyerte a Fehérvárral, amellett, hogy az osztrák bajnoki címet is megszerezte a Divízió 3-ba.
és mindenképpen tovább erősítjük a csapatot. Az fontos, hogy tudni, hogy a magyar bajnoki cím egy nagyon fontos mérföldkő volt a klub fejlődési ívében, de nem a végcél. Nálunk a végcél sokkal-sokkal magasabban van, tehát európai szinten szeretnénk jegyzett csapattá válni, és a Fehérvár AV19-hez hasonlóan az osztrák első osztályban szeretnénk meghatározó csapat lenni. Ugyanúgy a rájátszásért küzdeni, hogy a hokisok idén sikerrel küzdöttek a rájátszásért, és mi azért ettől messze vagyunk, tehát ez mi nekünk egy 3-5 év, amire ide eljutunk, úgyhogy mindenképpen örülünk ennek a bajnoki címnek, de a mi célunk ennél nagyobb, és ehhez még erősebb és még jobb csapatra van szükség, amin dolgozik a menedzsment. De akkor sok sikert hozzá, és várjuk a következő meccseket. Még egy kicsit sokat kell várni, de legalább addig is valamiben reménykedni. Kedves nézők, köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!